Majd felére zuhant a kereslet az új kocsik iránt Európában a járvány alatt. Idén nyáron is leállnak az autógyárak egy-két hétre Magyarországon, hiába kényszerültek üzemszünetre tavasszal a koronavírus miatt. A szakszervezet szerint a dolgozók egy része csak alapbért kap majd a leállás idejére. Az alapbér az általában 60-70-80%-a a teljes jövedelmének, hiszen nincsenek műszakpótlékok. Az Európai Parlament friss közvélemény kutatása szerint a magyarok 43%-ának csökkent a jövedelme a járvány miatt. Ez a legrosszabb eredmény az Unióban, holtversenyben a spanyolokkal. A kutatás alapján a dolgozók 35%-a részben vagy teljes egészében a munkáját is elveszítette Magyarországon. Az Európai Bizottság a munkanélküli segély meghosszabbítását javasolja a kormánynak. Három hónap nagyon rövid idő, és a jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelműen nehéz bárkinek munkát találni a három hónap alatt, mondta a munkaügyi biztos az RTL-nek. A kormány szerint negyedik hete csökken a munkanélküliség Magyarországon. Most változtattak az úgynevezett munkahelyteremtő bértámogatáson. Ezt a programot alig két hónapja indították. Olyan cégek pályázhatnak rá, amelyek vállalják, hogy 9 hónapig senkit sem bocsátanak el. Fél évig akár havi 200 000 forintot vállal át az állam a bérköltségből, eddig úgy volt minden új dolgozó után. Több mint 80 milliárd forint áll rendelkezésre, és ebből az összegből több mint 70 000 álláskeresőt tudunk segíteni. Eddig 40 milliárdot költöttek, és 34 ezer munkahelyet hoztak létre. Holnaptól viszont csak 25 év alatti regisztrált álláskeresők, illetve tartós munkanélküliek esetén fizetnek támogatást. A munkaadók azt mondják, a legképzetlenebbek után. Ők úgy számolnak, összességében kevesebb új munkahelyet eredményez majd a szerintük meglepő változtatás. Erre jelentkeztek volna, és kérték volna a támogatást. Most igazából ők hoppon maradtak, és nem fogják tudni megcsinálni azokat a fejlesztéseket, amiket szerettek volna, tehát én azt gondolom, hogy ez így nagyon szerencsétlen volt. A kormány azt írta, célzottabbá válik a bértámogatás a változtatással. Szerintük a program a nehezebben foglalkoztatható személyek munkaerőpiaci integrációjához járul hozzá.